Na, hello, Szotti, valami hengel kívülök az. Elmondom a kedves tisztelt nézőknek egyébként, hogy a hetedik napját töltjük a nyaralásunknak. És hát van egy kis problémám, mégpedig az, hogy nap egyébként hát volt felvétel. Kurva anyába szólt. Jó, most működik. Tehát fie, hintázok, köcsém, nem bőke mi. Tehát egyébként volt felvétel, jól emlékszem, de nagyon hosszú túrára mentünk, úgyhogy este nem tudtam már gépezni, megmondom nektek, és most pedig ugye most is Balatonban voltunk ezzel hajókázni, már 65-ször faszom ebbe az életembe, már untam már nagyon az egészet, az öltünk vére, és itt elkezdem pakolgatni a cuganyat. Lényeg azt, hogy valamilyen fej, hogy most elkezdek nyomulni a hírózásra. Nem túl jól alakulnak a fejlemények, elmondom a kedves nézőknek, mert ugye holnap most ezek a szépek ki fognak innen menni a kisházasok és én minden a reggel fele korán, és jönnek helyütte ebbe, ezek három gyerekes családfaszom. Úgyhogy itt nem fogunk gépezni, azt már most megmondom, de pingpongon is, de pihenni se faszom, mert üvölteni fognak, mint az áldozók a gecik. Kurva anyu, nem tudok kicsit még várni be azon, hogy elhúzom mi is innen a gecibe. Na hát az az igazság, hogy elmondom mindenkinek, hogy mindenkinek az orrát azért furdalhatja, gondolom a kíváncsiak, hogy hol van az ilyet keresztje. Megmondom őszintén, fogalmam sincs, nem néztem utána. Már reméljük, hogy most így fogunk tüntetni. Na nézzük, hogy mi újság van. 55-ös betöltés. Nem tudok kicsit itt hátra ülni, nem akarom kihozni az időt, magammal ezt a párnát. Mert itt van a gondok, azt nem akartam, hogy lássa az meg, hogy kihozom a benti tudott ide kihajintom. Mert a hosszú időt, mert eldugtam apám ott az izé, húztam ott végig az asztalat, hogy ne lássa azt a narancságot, egy cseppet se feltűnő színű hosszabbítót. Inkább nem is ezt inkább itt így nyomulok. Na nézzük, öcsém, elmondom, mi újság van. Megmondom, este elkezdtem gondolkozni, mi újság van, és azon gondolkoztam, hogy valami nem stimmel. Mégpedig valamiféle törpe kalapácsot átadtunk azért, hogy lebontsak valamilyen falat. Én nem értem, mi a tökön van, megmondom őszintén. Meg kell nézni, milyen fal bontott le, és kicsoda hol. Mert itt kell bemenni, az biztos igaz apám, legalábbis nem tudom, mi van itt. És most azt kell csinálnunk, hogy ez a hárpiával, a többi szép, sőt, Rizalden úrral, ugye? Ugye figyelj, itt van egy csábóka. 11. szintű pap. De ez milyen? Várjál csak. Já, Poer Tolcsém. Proeto, ez kell nekünk. Nézd csak, ez kell nekünk, apám, de hogy tudunk ide menni? Akkor valószínűleg, hogy ide elhozom az élet keresztjét, valószínűleg akkor fog az a kapu kinyílni. És akkor tudjuk virányítani valamilyen fejet. Na most ez nagyon szép, mert jó, az abban, hogy hol az élet keresztje. Én azt mondom, hogy Lizarden öcsém, keménykedjünk már ide. Sőt, tudod, ide menjünk. Inkább a főegysége menjünk ide, valami ezekkel a szép fejekkel, mert itt kell TP. Félsz, küldetést, mission accomplished, hogy küldetést teljesítetted. És azon néz, azt nézem már, mert itt is fia van egy kékeknek egy lenyúlt az étutcos. Csak azon gondolkozom, öcsém, hogy hol, hogy tudnák itt abban elkeménykedni. Szerintem ezzel menjünk ide. Itt nem voltunk ugyanis még, nem tudom mi van, ki tudja, hogy ilyet kereszti, ott van, ki tudja azt. Mindent fel kell dejteni, mert ez nagyon fifikáson meg van csinálni ez a játék, ezt már most elmondója vagyok ennek. Lizarden úrral pedig menjünk már, ezt nézzük már meg, hogy esetleg hát én a vizenként megnézem, mi van. Hát esetleg itt valami megbontás történt. Meg ez is. Egyszer, én nem értem, de komolyan nem értem, mi a tökömet kell csinálni, apám. Nem tudom, mi a szaromban. Hú, de nem kényelmes ez a szar. Sprint. Fél orrinnal, apám. Állj meg! Jó, nincs nálunk ez ilyen, hogy is ilyen csávóka, viszont van, figyeld, 240 szeletes, ezt mindenképpen ezt várámoljuk már itt az éjkel ára járunk. Ez a fél még apám hajókázni. Megkérdezni, mi újság van, megmondom, ezt nem tudom, mit mondjam. Utána kell járnunk a dolgoknak. De jaj, ez a jó, oké. Orinnal, állj meg. Nagyszerű, figyelj, 8 izé, figyelj, most már 248 van. Ó, jó helyen járunk, ez jó lesz, meg kell nézni, mi van apám itt. Én leverek most már mindenkit, igen, nem érdekel, faszom. Most ugye mussága az egész. Jövök errefele. Ugye itt volt tengeri sapka, emlékeztek még a múltkor. Hát... Itt már nem lehet már tovább kurválkodni ezzel, már gyanúsága öteget. Itt is volt az a felderítő, de ezt múltkor már láttuk. De még fosztolosunk akkor addig ezzel. Jó, lehetnék a román szará is egyébként, az könnyebb. Már nem csak meg a csém, itt lesz a lényeg, a móka. Figyeld! Hát én nem tudom, mi van itt a csém, de szerintem semmi nincs. Hárpiával figyeld, tovább ficcenek. Ez itt már izé volt. Ez a mission accomplished. Benyomja. Erre kell jönnünk. Most arra sékén gondoltam, hogy esetleg hát ha izé volt, hát ha itt volt az első azért keresztje. De viszont az a baj, hogy nem tudom, mert mi ezt mutó kiástuk, de csak arany volt, emlékeztek, 6000 arany. Hát nem tudom, hogy a hőssel menne oda valaki, akkor megint kiás, nem tudom jelenni. Úgyhogy édesen ide jön napám, mizik Rizalden úrral.
Mégiscsak. Úgyhogy valahol ilyen csónak. Faszomba. Faszomba is, abba is. Fél annyi pénzünk van, ez nem durva, fél tűzelementál hónapja. Kézmozgás. Itt tíz év volt már. Ja igen, ez a hátasló. Ez is azt mondta, hogy a küldetésház. Fél Orin. Ő figyeld. Ez kap ki. Bandányi méregivadék. Félszín. Gyá, nézd már. Duma. Ide a kert mennünk. A méregivadékok már vártak ránk. A hely külsőjéből ítélve valamilyen szertartásra készülhettek. Talán épp arra, amelynek során elpusztították volna az éjjel keresztjét. Hey! Ez jó! Ez jó! Tudtam, honnan származik az üstben fortyogó sötét folyadék. Láttam a testeket. Lizander is látta, azon, hogy támadás rendelt el. Üldözöm őket. De mekkora mágeci? Itt el volt rejtve, hogy az ideg keresztjét, hogy miért jöttek, akkor már lenyúlták faszon tőlünk. Jó! Na ezért meg bosszuk, öcsém, annyit mondok. Pff, de mivel öcsém? Azt elbúzapám már mögém, öcsém, mert ez nem bízza semmit. Fél 9. szintű, az elég, de figyeld, paplovag. Leköpnek apám az ott, ha szólt apám, elkenült apám a földön, mint a itt egy csula. Olyan nagy ellenáshoz kifejteni öcsém az ellenségre, jó, azt ott teszem apám valami ízét. Várcsak, van íz esetleg? Fél áldás igények én mindenkinek. Yeah! Tjú, apám. Figyeld, Orrin. 10. szintű, ő a kemény csábú, most itt figyeld. Fél pontosság, apám, neked, fiam. Elég most pofátlankodásból jövök. Ennyi volt, fél neki tudok? Rohadjál meg, apám, tehát leszédnek minket, öcsém. 11 lement. Mat 1. 4. És nem hal meg, apám, ez nem igaz. Hát mi folyik itt? Ki jön most? Fied, barát, 5. Is, nem öt is túlszar volt. Ennyi volt. Hú, van apám vesztes, hogy mit nem mondjak. 4 ilyen, hogy is hívják, ez a bajnok, és 50, hú, nem is semmi, 54 ijász. Figyeld, ebből egy bajnok meg 24 ijász feltámadt oda lényeknek közvetően. Figyeld, nagymester fejlesztés, a szület egyébként túlsz lesz. Nagymester fejlesztés, a csatában elesett barát a lényeg 50%-ának feltámasztása, ja, nem mondtam az időt, elnézést. Itt az időnk egyébként, itt az idő nem disznóláb. Tehát a nagymester fejlesztés a csatában elesett baráti lények 50%-ának feltámasztását engedélyezi. Fontos, élő halott, mechanikus és elementál lényekre nem lehet feléleszteni. Miért? Figyeld, szintlépés Orrin. Gya, ezt kap ki. Kemény. Figyelj, alapbányázat. Figyelj, ez nem esének ilyen túlszakatagója, mert pénzt ad, lénynövekedés, bányászat. Figyeld, ez egy még újra kedves nézőtnek. Az alapbányászat 5 naponkénti periódus alatt két érc és két fa termelését teszi lehetővé, plusz a hős minden egyes szintjét ennél 10%-a többet. Jaj, hogy engem azok fa is különhatalom leszünk, apám nem sokára, Orinnak köszönhetően. Ez a képesség alapfejtele a tapasztalat emberségetlenes. Köszönöm, hülyet. Csak ez nem az élet keresztje? Te bazd meg, fia, hadd is zsákmány. Ellenségeitől egy varázstárgyat zsákmányoltál. Átadhatod az egyik csapatodnak, ha ráklikkelsz, olyan hát illúzió rombol az a duma, hogy ráklikkelsz, nem? Hát az, hova klikkek, varázsvilágban, apám. Menjünk Orinnal, bazdnak, a tapossuk a pusztát. Mi az, hogy ráklikkelek, hova klikkelek? Érnünk is halunk, apám. Veszük a levegőt, nincs klikkelés, létezünk a csinálom a valóságba. Kicsit olyan kakutolás, ráklikkelsz, és kiválasztod a csapat képére húzod. Amikor végezték, klikke, jó van már rendben gomb. Végez ezt, ilyet keresztje, a hős felélesztés képessége, mert 5%-a, nem ember durranás egyébként. Ha már megvan ez a képzettséged, de csak akkor. Ha nincs, az alapfejlesztés képzettségnek megfelelően működik. Na jó van, fiam, Orin megkapott, mert kemény vagy. Hát a szép volt, hogy azt kell mondjam. Felszett minden az időt, hogy húzom még. Hát akkor nincs apám miről beszélnünk, mert akkor megvan azért keresztje. Lemegyünk a csórikámhoz, elhozzuk apám a proetót. Hol vagy te, valamilyen fej? Itt van. Elhozzuk Poertót, öcsém, levegyünk a helyőrséghez, kinyitjuk apám az ajtót, hol a helyőrség, itt van. Megszerezzük a kústrat, eljövünk ide, öcsém, kifosztjuk a szép fejt, szétrük a seggét, azt mehetünk apám, mehetünk öcsém vizélni, borozni, sörözni a tavernbe. Elmondom, mi a lényeg. Ide mindent apám össze kell húznom, csak a világomban. Tehát most ez nem vicc. Amit leérünk ide mindenkivel, Orinnak a többiek apám, itt kell a hadseregnek apám, hadrágba, itt kell apám állni izébe, haptákba, öcsém.
haptákba becsináltam a gatyába. Na nézzük, mire futja, figyeld. Elszokjuk 14 szeretes, 16 balista, 37 szemszeri, ez 48 hatós, kifele mindenki. Köszönöm. És innen fent apám még fog... apám! Figyeld, 5 angyal, 15 szeretes, 24 lándzsás, 42 számszeri jász, 54 csatlós, figyeld mindenki, figyeld. Hű, apám, ez azért már nem gyenge. Fácánkját. Figyeld ezt. Game tisztás. 9 bajnok, 15 szeretes, 17 ballista, 39 számszeri jász, 51 csatlós. Figyeld mindenki. Hú, apám, hogy meg, hogy megrodjant a csima pénzünk. Most már nem K van, most 81 ezünk van, azt ennyi van. 11 bajnok, 16 szeretes, 19 ballista, igen, ballista az, 44 számszeri jelsz és 54 csatós fiat. Figyeld meg, rogyant a büdzsén köcsém. Innen is hiszek mindent. 10 szeretes, 12 ballista, 27 számszeri jelsz, 36 csatós, jöhet kifele. Következő. 9 szeretes, 11 ballista, 25 számszeri jelsz, 33 csatós, kifele mindenki. Hát apám, ez olyan szép. Itt be fogok mi ugrani majd. Ezt nem tudom még ki. Ezt figyeld, öcsém. Mindenkit paradicsomba invitálunk. Ingyen is bérmentve, apám. Gyerekek, te kedvezmény. Hát, angyalok földje. Ez szerintem pont a izé, az, amit nem szedtünk még ki ez. Hogy szopjatok le. Akkor az nem kell. Figyelj, angyalok földje, fél szövetség. Hoppá, hoppá. Mi a tököm? Ez ellenség, ez zárja. Sejbörök, hogy elrepülsz anyád, igacsém. Kurva anyád, a szórakozol. Mocskos tűzele mentek, apám, belepofáznak. Figyeld ezt! Jöhet. Game tisztás. Jöhet. Szilas völgy. Jöhet. Csúj, apám. Három nap alatt, figyelj, fácánkját. Jú, apám. Kaiba, kaiba, csatlós C, figyeld. Hoppá, így kifogyott apám mindenféle 30. Apám, csatlósból több ezer lesz. Ezt úgy mondom, hogy most az, hogy világon van apám, úgy kell értelmezni. Figyelj, így jársz, tudod, úgy levezettük apám, két nap, az behozzuk a levadást. Figyelj, 25 van ebből is. Az megtehet a táblát hitette. Ugye figyeld, lándzsás, hát nem nagyon gyújtjuk, de azért hozzuk. Monostól múltkor foszottuk ki, keresztes lovagaik az is túszar. Egy csávósz itt van, elhagyott valahogy semmit, szomorkodik magába. Hát ez nagyon parádés, ezt kap kézi. Két nap, három nap, négy nap, öt nap. Ide is leírjunk apám, és milyen királyság lesz. Hű, meg kacsirpám csinálunk, te Jézusom apám. Az az első pálya, ez nem kemény. Na jó. Hát te, gyere öcsém, visszamenj, itt már mit csinál. Most megvan most maga a probléma. Tovább tudunk menni. Hű, apám. Te is húzunk haza, szépen ezzel. Nem tudom, melyik volt vele, nem tudok kiszedni cukat. Nem ez volt a biztos, utána ez volt. Na most már akkor csak ez lett. Jó kurva anyád az. Ja, ez, nézd meg ezt, apám. Ja, nem az. Ez. Így nem tudtuk szedni, figyeld meg. Figyeld, azért lerúgom, apám, befosol. Gatyába, olyan szinten elintéz, öcsém. Mennyi van egyébként ebből? Néhány. Nézd meg, azt ilyen merész, apám, utunkon állni. Én tűzelementől elmondom mindenkinek, ugye, hogy a távolság képesek bíró lények az egység távolból tudják támadni, de a közelhatban csak felesebezések, hogy ezt már nagyjából ismerjük. Elementálokra, hogy a bizonyos dolgok nincsenek hatással, mit tudom én, mint a morál, méreg, stb. Akkor itt viszont egy új jel, csatában a tűz támadásakor, ha a célpont tűz ellenállással rendelkezik, akkor kis esélyes szenved. Tehát maga az elementára vonatkozik ez, és a tűz ellenállása van egy, amely a lényt védetté teszi a tűzbázisú vásatokkal szemben, és a tűz támadást alkalmazóktól csak felsebezést szenved. Egy új lény a tünde, olyan nyilazó egyébként, mint a számszer, csak erősebb nála. Egyik dolog, távolsági támadás felsebezés, duplát lomocsokja, mint annak idén Marksman, Heroes 3 alias. Kétszer lő minden támadás alkalmával előfordul a másik támadás ellenségi támadása után kerül sor, és van még egy valami, távolsági első ütésre teszi az egység számára, hogy megelőzzen, tehát már tudom, rálövök, tehát hát mindegy, a lényeg az, hogy előbb lő. Úgyhogy ez szép eset, de csak néhány van, úgyhogy ebben a szempontból nem kell olyan parázni. Figyelj, futni, hogy mennek minek, szint lépést. Szeretes átmegy apám egy országba, szint lépés, cím szólt. Jó, hogy nem kell. Tovább ficegünk. Hogy is van, jó, nincsen. Itt is van már? Ja, nem. Ide beficenek. Jó, ez itt húzom már haza, ha nincs egy kérdőm, ezt itt vinni magunkkal. Fú, apám, figyelj, 84 izé jól menne, lángyás úti fűszirup. Arany az mindig jó, nem? Figyelj, folytogató gáz fiola.
Az ellenséges célpont 15%-kal kevesebb sebezést okoz, valamint a közelharcban, illetve a távolsági védelem is 15%-kal csökken. Nem működik mechanikus, illetve elementál lényeken. Arany, 500 arany, 700 arany, 6 fa. Tekerünk. Figyelj, a karavan melyiket paradicsom városába, de a helyőrség már tele van. Csapat, hogy a városkapunk kívül felcsorakozva várják parancsolódat. Hát azt még nyugodtan, hogy várakoznak, hogy itt pihenjenek, és én most kiadom a vasnak pihenjőt, hogy előre hétfőn. Ám a pénteken. Amint várható volt, a kincses tárgy aranya van tele. Nos, hogy döntesz, hogy megtartod-e az aranyodat a hegyi parasságnak? Ott adom, öcsém. Tudod, önzetlenül? Kuruzsló szekere jegesítő a tölgy. Megkapja a fogyasztás képességet, folytogató gáz, meg múltkor néztük. Oké, és itt van még fiam, áldozó kő. Áldás kő. Primitív hatosok máladozó köveket csókolgattak hadba vonulások előtt, mivel hitük szerint az áldás kő szerencsét és bátorságot, itt van neked a két piktogram, ad a következő csatában. Szóval sétálj a kopott kőhöz, és nyomj rá egy nagy pusszancsot. Most elmondom, mi újság van, hát esetleg, hát nem esetleg, most már húzunk apám idefele, mert most már apám idő van. Ide apám hastani ezerre. Ezt tegyük már be ebbe a retek faszomba, és én már unom itt. Gyűlölném ezt. Hopp, nem tudok fi, elmenni apám. A morsos anyjukat. Ó, de ez leverek, mint bárkit apám, ez a fél 81 izé van benne. Lándzsás. Néhány. Szatír ki, ha nyit fölcsém. Ott izé mesztelenkedik apám az obodánál. Tök itt kiadá vágni, bazdnek. Ja, igen, csak itt megyek ott már. Ja, nem ide jövök. Tovább megyek. Ide jövök. Fél csak kirúgták apám az izé sorból, kérdezik. Neki nincs mátott hely. Álljál kifele. Ott piengessé, miengezik már. Itt van megnyitom, a fél két karavan is megérkezett a csém, de az majd nincs itt még izé van. Oké, okay, figyeld! Előségbe rúgás. Lizarden úr, apám elintézett a dolgokat. Nem tud az Orin menni semmit, mi van már ezzel? Figyeld ezt! Nincs benne lándzsás. Ó, anyám! Bazd meg, kösz, öcsém! Lizander öcsém, bazom. Megállt a útudatni, azt nem tudunk se elő, se hátra menni. Tudod, a bűzös bolt, apám, a sivatói sóba faszom, beragadt, se egyik, se elő, se hátra. Futni, aminek már nem éles harcolni, mert izé van. Fölösleges időpocsékolás. Szintlépés nem nincs. Orinnak apám lesz annyi szintlépés, hogy behozod Izarden tudod, és ilyen zsebrugott kézzel. Köszönjük, két izét. Fú, de sokat kell veszem enni mindig, apám. De várjunk, már nem is voltam még a izén, apám. Hát csak meg hol gyekszek én, apám. Nem is mentünk még a izé, Puertóért. Hely az anyját. Hol van Puerto? Itt van. Jó, már nem ide állok azt, akkor na, mehetünk azt, hogy teszem, hogy Puertót nem mozdul magunkkal. 59 ezerünk van. Jó, ez menjen már be ez a csirkégec innen a picsában, mert unom már. Tudod, hárpiak a labba? Hát nem égő. Fú, mennyi fáj van, apám, nem kemény. Tudod, ficcenjünk már le ez a szép feje ide. Ja, de hát itt Lizarden úrral kell menni, igaz? A mocskos anyja bassza meg ezt a sok stricit apám, hogy nem éljenek apám az Istenek, akkor tökesebb az meg. Mind kell neki apám. Akkor ezt hiába vagyok akkor ezzel lefele. Ha jó fele mentem, akkor ezzel múlis izé kell ennek a nyomoréknak. Csak Lizarden úrapám a megfelelő személy. Számára meg részére. Most sprinteljünk. Mi megyek? Apám, megyünk, de hogy? Jövj, ez túlszal volt. Ittunk, ettünk. Na, majd holnap után kis kedden, fél még ez tovább megyek még egy lépést. Itt már annyi mindent, apám, össze itt csókolgattunk, nyalogattunk, szívogattunk, apám, hogy már most már tényleg ott fogunk veszteni, apám, mert már bekancsoltunk a sok finomságtól itt. Fél néhány, mert ti is ezt mutkatán láttuk. Elsütés képzettsége. Rólam, tovább megyünk. Figyeld ezt! Adamus védelmezője, Poirot nyitott ismét ajtót. Ja, várjál csak! Nem adtuk át apám a kezet magunknak? Basszam meg! Nem bénázzunk már, de tényleg itt. Adamus védelmezője, Poirot. De mindenki védelmező? Nem, hát ha csak olyan kemény, akkor mindenki védelmező. De valami nyomuság van. Poirot nyitott ajtót. Mártástól csöpögő kenyér véget adott. Ezt múltkor már mondtam. Várjatok már, basszam meg. Tegyük vissza kell jönnünk apám ezzel. Orin, váljon már ki apám csapatból, azt hozzon magával a izét, öcsém. A keresztet. Fia nagyképe, Orin apám külön takon mászkál. Hol vagyunk?
Ide kell jönnünk. A többiek oda jöjjenek, apám, azt menjünk tovább. De nem, már hova van az? Jó, aztán már nincs benne. Kis csajtól, az már gyengébb, mint a nem tudom, a leggyengébb egység. Jó van, tekerünk. Itt van Orinocsém, felficzenünk. Ó, mennyit kell, mert a jó ég. Előzzük már be Rizalden úrölcsém, mert nem érjük az jó Isten napján se. Hol jövök? Ez nem igaz, apám, nem kiborító. Elcsap még. Itt van mi. Orin errefele van, aha. Jövök. Jövök, apám, Rizalden úr, apám, errefele ezerre. Orin, apám, meglepjük. Fú, de sok szarságban, mehetek majd anyátokba innen a gecibe. Köcsög úton a buzik. Tovább. Jó, figyeld! Óvatosan a berakással, mert itt apám kell helyet fenntani izé, Orinocsének. Jó, figyeld, 64 apám izénk van. Kemény? Bajnok apám, 64 darab bőle. Hát te öcsém, te kimaradta, úgy tűnik véglegesen, mert nincs hely apám számodra. Első 6 darab van, milyen túl sofé, menj azt, gyilkold le magad, öcsém, itt. Tedd magad hasznosnál, jassz. A ördögűzés szépen tudni apám varázsolni, hogy ezért kezdhetok apám ezt átvenni Ori helyét. Beficcenünk a várba. Beficcenünk. Na figyeld. Íííí, te jó ég, 750 csató szereztem. Azt az eget apám. Figyeljétek már. Pfff. 1602 csatósom van. Figyeld, nem csodás, nem állítás apám, ez már 4-1 szám. Figyeld, mi van még itt? 70, figyeld, szeretes. 320. Fél 548 számszerű jász, 803. 229 balliszta, 292. Paraszból már nincsen apám hely, van még 100 ebből, ezért kár egy öcsém, de még azért hagyjuk. Orin, meg kell várni. Sajnos, tudod, kezdjük. Áj! Nem, de egy harcunk, öcsém. Na, hogy ízé ez. Tudod, kiegyensúlyt küzdelem lesz? Fél 803 izé, fél szemszeri jársz egy izét. Meglőttem. Fél adala ide? Tudj, kinyen apám a izé, nem igen gyenge apám az egész ember. Tízes szint az nem jut apám harcolni. Kis. Figyeld. Figyeld. 1,6K. Fél 320 sok esély lesz. Kis. Na végre már bazd meg. Ilyet. Vá. Nézd meg azt, hogy vesztesünk is van. Figyeld. Egy csatlós és két szemszeri jársz. Ebbe egy számszer visszajött. Jó, elmondom, mi lesz a lényeg. Jó. Levünk fél gyalogszerrel. Akkor ide jövünk apám ez a szép fejhez. Ezt kap ki, milyen kiderések. Figyelj, 14 van ebből. 331. Ugye figyelj, van még mindig 144 ebből. 1745. 13. Hoppá, ez nem tud pont izél mozogni. 831. Beficcenek apám a várba. Így. Tekerek még. Na jó, most már ideje, most már tényleg neki menni apám Puertohoz. Puerto Rico-ba. Hát apám. Komolyan mondom, gáz vagy apám a köbön. Menj anyádba, jön te fasz. Faszkalap. Gomoly felhűzött, öcsém, húz anyádba. Figyelj ezt. Figyelj, ilyet keresztét apám átpasszolom Izalden úrnak. Mostanában az ő nyakát díszelíti. Hazaficegek apám. Ó, apután kis. Három napi lájás, ne idegesítsétek már. Na, menj már anyádba haza, te is, te Isten vele, te csicska. Csicska láda, seggfej. Tóni, bazd meg. Figyeld ezt. Összevonom az izével. Figyeld, nem feltűnő. 291 meg 13, az 305, elvileg. Aki nem is a számoló utána, sem számológépbe. Jó van. Maradunk. Mennyi bazod? Hát ez nem igaz, nem bírunk menni, ez ilyen nincs. Állj meg, Orin, így áll, fiam. Most így áll, mert neki is nem lesz már lehetőség apám inni, iszogatni. De menjek még izéjét. Elmegy apám, hogy tudjak találkozni a szép fejekkel. Orinnal, Orin a csémmel. Végig fog minden csókolatni, amit csak lehet. Na ezt kapja végre már. Te jó ég, öcsém. Figyeld, kisebb regény. Az élet keresztje még akkor is uram nyakában volt, mikor Adamus házához érkeztünk. Hát tényleg ki ott van nyakában volt, az való igaz, mert én tettem a nyakába. Bár jó sokat pihentünk,
Egy jóval Poyato ebédje után érkeztünk, az óriás így is épp mézes puszerdit evett a verandán, amikor megérkeztünk. Minket is megkínál, de Lisander elutasította. Miféle őrszem vagy te, Poyato, hogy folyton csak eszed is izol? Kérdezte Lizarden, méltatlankodva. Poyato elmosolyodott, uram, vájai egyáltalán nem hatották szívig. Én nem őr vagyok, mondta, hanem pap. Én másolom le Adamus írásait, és fordítom le azokat három nyelvre, és én főzök rá. Még hogy pap, teljesen megszégyenülve gondoltam vissza első találkozásunkra. Majdnem képen vágtam Poyatót modorotlansága miatt. Adamus abban a pillanatban bukkant fel, hogy megtudtam, mi okozza alármát. Adamus őszhajú, középkorú férfi volt, aki állandóan bungee-dott. Adamus mosolygott, azonnal felmérte Poyatóval való kapcsolatunkat, majd sokat sejtő pillantást váltott a nagytermetű pappal. Szűnyelzatj. Kérlek, ne sértődjetek meg segédem viselkedésén. Idővel hozzá lehet szokni a modorához, mondta Adamus. Majd Poyatóhoz fordulva így szólt. Azt hiszem, ezért is vállalta magára a gondozásomat ez az egészséges fiatal ember. Lisander, hogy megpróbálja felfedezni kínos incidenst, kivette a nyakába az élet keresztjét, és átadta az idős papnak. Amit kérti Adamus, szólalt meg uram. Nagyszerű, mondta Adamus a keresztet átvéve. Észrevettem, hogy nem kasztotta a nyakába, a keresztben rejlő erők többek között arra is képesek, hogy a helyes irányba vezessék a kereszt viselőit. Mondd csak, Lisander úr, még mindig meg akarod akadályozni, hogy Sir Worthol legyen Paleadra királya? Ez minden vágyam, válaszolt Lisander. Adamus végül nyakába akasztotta a keresztet, és így szólt, tudod, van egy ilyen vise. Akkor Poyato és én is veletek tartunk, ha nem bánjátok. Hát nem, öcsém. Hát ott kinyit a búcsú, hogy itt van Poyato. Figyelj, ez gyenge van, figyelj, Poyato, ez egy szintű pap. Ezt kapképpen tapasztalt élet mágiaja van, tapasztalt gyújtás, tapasztalt szellemiség és tapasztalt felélesztés. És figyelj, van még egy hatatlanság italó is szerintem. Az hát. Na jó. Sprint öcsém ma izéhez. A kulcstárhoz. Ami itt van. Tudod, mennyi napám, az nem kell sajnálni a Poyatót, öcsém. Lizarden urajéként most itt maradt hátul, mert nincs már... Ja, dehogy nem. Át fogom passzolni Lizarden úrban lévő cuccost, öcsém, a izé többieknek. Ez a szép, hogy találkozni fog mindjárt már Orrinnal. Adozó kő túlszarul egyébként. Mi várunk. Hú, és ott kell válni, bassza meg. Oké. Hogy gyenge, egyébként tudod, hogy menni a csávú. Ha nem is túl sokat, de azért tud valamilyen szinten. Gyere már Orin, bassza, hogy nem mondom mászt. Fél négy izé, fiad. Csúringalak még négy darab ilyen keresztes, vagy mi a fenét, ezt a szeretest. Tovább megyek. Sprint. Oké. Okay. Na, ez kap ki. És most már jöhetünk apám a fő ellenség felé. Mi innen elfogunk, mi hiszek innen mindent. Elfogunk mindent, és utána pedig aztán mehetünk is apám bulizni. Fú, apám. Izadom, hogy a seggén már nincs itt mit. Ja, de hogy az jön. Persze, persze. Át kell adni mindent. Akkor találkozunk már Izadom nap, azt hagyjuk már magunkat a tutokat. Lizardenhez. Itt még várok. Poyato öcsém sprint előre. Szóval mindig ilyen, amit lehet esetleg innen még fiat. 12, 15, 10, 34, 45. Kijön, ami kijön. Kicsit visszamegyek majd. Gyerünk öcsém, menjél! Ez az, jó helyemünk. Oké, okay, fiad ezt. Nem kemény. Így. Tekerés, ajatlán. Ennyi munkát. Nem kell tudod lépéspontokat. Na ezt kap ki, mit adunk át magunknak. Júj, apám. Figyeld. 865 számszerű jász, meg 518, az 1383. 320 meg 113, az 433. 347 meg 136, az 483. Figyeld, 64
Meg 24, az 88. Gyúapám. Azért ez nem semmi. Nézd meg ezt a pánszöseget. Még nem is mondom, hogy milyen lesz, mert nincs még kész. Ide még el kell mennünk. Hely. Ki merész apám akadályozni itt minket ebben a munkában? Nézd meg ezt. Hogy merész apám itt beállni az útba? Néhány, azt leverjük apám poját, nem semmiük. Szép meghal a poártól, apám, nem erőes. Ja, négy apám, nem vicc. Ó, figyelj, miket tudunk varázsolni. Tjú! Hajóidézés, sebb kötés, szent szó, békedal, gyógyítás. Természethárító, gyógyítás igéje, rendhárító. Lapozunk csak, az emregeneráció, áldás igéje. Szent kiáltás, semmi normális nincs apám, figyelj, mennyei vértezet. Nekem ilyen kéne nekem, hogy csinálnám valami más. Majd itt egy ennél bikább. Ó, bassza, meg fi áldás magamnak. Nem tudunk haszolni, ó, bassza meg. He, bassza, meg jól a köcsém. Hát ezt én nem hiszem, apám, amik nyírnak. Múltkor volt valamiféle ilyen jó cucc. Ja, figyelj, mennyi pajzs az. Na, a gecibe. Ném maradt, izit apám. Figyeld ezt, öcsém. Figyelj, poeta nem hagyja magát, öcsém. Figyeld, mennyi pajzs. Vapvics. Szabult egyébként? Mennyi pajzs, apám megvihet minket, szó szerint mennyi volt? Négy ízre jutunk lenyúlnak nagy nehezen a poeta, már öreg már nem bír már ő harcolni, és én tudod, már kiérgetett az egészből. Na, ezt kap ki. Holpén apám a nagy újságolvasás. Ezt lementem, mint új egységet. Figyeljön ezt puhatot, apám. Lisander úr... Micsoda? Neki kellett volna menni, apám? Hát ez nem igaz, öcsém. Figyelj, Lisander úr, így csak bolondot csinálsz magadból. Ha nem hozod elém puhatot, váltod. Ez hülye, nem látsz, hogy ettől bazod. Hát itt van a bazom velem. Lehet, hogy becsületes vagy, de honnan tudhatnám én azt? Menj innen, így. Jó, öcsém, akkor menjünk Lisander úr, apám, ide kell jönnünk. Szerencsét pont erre járunk. Na úgy tűnik, nem hiszik apám, hogy ez Puerto magából ott van, hogy nem hiszik, hogy Puerto az. Ez kézebb az ember, nem mondom. Orion Odifia, tovább megyünk. Itt még kifogva minden szedni, hogy lehetne még esetleg. Menj, öcsém! Hát, apám, fél, ficc nincs be az éve. Lisander úrba. Ennyi van. Na majd most. Figyeld, négyszeretes. Négy számszá, és a többi. Köszönöm, oké. Okay. Innen figyel fők ide. Ja, még vagy, harcolni kell. Még leverem. Nem kell. Űrzöm, és én tudom, az TP. Figyeld, egy. Sok izé lesz. Gyertek, mocskosok. Figyelj, 88 fiatal voltunk, 88 lógyisiákkal, bajnokkal. Figyelj, 400, 487 izé. Szeretes szar. Figyeld, 1,7K csatlósból. Mehetek ma a faszomba, ti büdös tricik. Gecik vagytok mind. Figyelj, szavám. Ezt mégis el tudom magam intézni, ezért pap szép fejjel. Na, ennyi volt. Figyeld, 2-3. Tovább megyünk. Szép, üdvözlöm megint. Kevésszer. Fél 1-1-1-1, ez még gyengébb, mint az előző felvonás. Fél papnőcsém, személyesen szétkülöpem, ahol ízik tigrisséget. Ez nem megy szét, apám, nem égő. Kell felnekedet, apám, ami alaphalsz, dob kéne haladó halsznál. Jobbat kéne tenni, apám, mert nem bízta a halcon, és ez a csicska vagy. Fél lovat csöpegődök hátulra, gezi. Ennyi volt. 2-2. Tovább megyek. Na, ezt kap ki. Fú, apám. Na, jó, már nem működjön ez a szarság. Na, figyeld. Figyeled, ahogy Puerto oda megy a torony kapujához, és a régi barátjaként üdvöz a torony parancsnokát. A férfi hamarosan fél... Mi van már? Fél térdre ereszkedik, s buzgón imádkozni kezd. Majd feláll, és megkérdi, át kívánsz menni? Ja. Nézd az arany. Azaz mi kell nekem, azaz. Na, jöjj már. Figyelj, iszunk, figyelj, plusz 20 sebezés, plusz 20 életpont. Plusz szerencse, figyelj, minden, bejutunk apám, mint csak kell. Ott már jártunk. Ide ficcenek apám be. Tekerek. Ez kap ki. Megbozom, hogy bányolcsém. És figyelj ezt.
Az a baj, hogy mindig minden a kulcstárt zavarják, mondta a kulcstárs hátrában lakó furcsa kis fickó. Gyere ide, elmondom, bizalmasan közelolva, tudom, bizalmasan feldöhölöm. Fülöbe súgja a jelszót. Megvan a jelszót, és mehetünk be a szép fejekkel. Most van az éjcsatája. Orin apám meg a többiek szintlépi zsenús állapotba kerülnek. De jöttek szerek mindent apám a várból. Ezt kap ki. Félcsém ezt. 46 keresztes lovagapám. Azt a kurva. Figyelcsém ezt. Fél 76. Figyeld ezt. 1538. 192. 1937. Figyeld, 437, 501. Ez apám hadsereg. És ha van mit mi valami, akkor ezt tanuljátok már meg, ha esetleg lenne. Több nem hiszem olyan ma. Figyeld, számüzetés. Na jó. Részemről mehetünk. Figyeld, még egy mozgás utolsó percig. Apám, ez kap ki. Utolsó nap. Nem tudom mennyien lesznek apám benne, de mindesetre kíváncsiak apám benne, mennyien gyarapodtak, mert ezek nőnek fontos neki a létszámuk. A miénk is egyébként, de attól félt, ez nem olyan osztoroz. Ez kap ki apám. Csoport, 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 banda, számos, számos. 24. szintű hadvezér, Normik, személyesen. Ez kap ki. Figyeld, 53, ami bejön apám, az ő végigőző, figyeld, számszerű szar. Lesz már több, mint 2000. Vagy nem, az 37 volt csak. Cső, apám, elsöprő többséggel apám győzünk. Figyeld, apám, nem összevetheti apám a két hadsereg. Figyeld, ebből 20 van, bajnokból, nekünk 87. 200 van csatlósból, nekünk 1937. Ebből a izéből, lándzsásból, 150, nincsen helyette, van izénk, ilyen ballisztánk, abból 501. Akkor figyeld, 50 darab izé, nem rossz egyik, 50 darab ebből a szeretesből, nálunk, figyeld, 487. 172 számszeriász, nekem öcsém, 1591 számszerű jászom van. Jó, ez Normik, az kemény, azért figyeld, nagymester taktika, plusz a gyorsság, plusz hat mozgás, nagymester harc, 60-ra növeli, figyeld, közvetlen és távolság, itt van 60-asok, akkor nagymester támadás, plusz 50-es sebezés, apám, közel és távoli, távolsági támadás esetében, védekés hasonlóképpen, és nagymester és apám, plusz 5 morál. Nem olyan látszik, de elvileg ez van. Nem semmi egyébként ez. Na nézzük, hogy mit tehetünk. Figyeld, nem lesz kemény. Figyelj, neki meg apám az 1937 csatlósomra, apám a 20 bajnoknak. 6 lement. Nem semmi, apám, hogy 6 ment csak le. Azt majdnem 2000 rácsaptam, öcsém, azt ennyi ment le. Kapott az helyet, apám, hogy egy kómás állapotot idéztünk elő. Figyelj, azt így nem menjünk Orinnal, figyeld. Itt van például plusz 25%-os életpont növekedés és plusz 25%-es harc sebezés. Orin, apám, valamit csinálni kéne, apám, itt, hogy lehessen nyomulni. Fú, apám, sok minden van, apám. Figyeld, pontosság apám, nem is tudom érdemese, ennek. Júj, apám, figyeld, ez kap ki öcsém. 487 szeretessel meg fogom támadni apám Normikot. Figyeld ezt. Normik apám szörnyet halt, tehát szétperget apám, mint amikor Doom 2 meglőtt apám az aknot a csávót. Zombit apám, úgy szétperget a csávó. Ennyi volt. Figyeld ezt. 100, sőt, figyeld, ezt lövöm. Most amit lőhet, bűsű zobra fiat. 125 lándzsás. 1591 ebben közvetlen közelről. Pucs, 117 lement. Fiat, a fél papnót, öcsém, ezt kap ki, apám, mi ez? Kaptok, öcsém, fiaim, áldást. Gyögeci. Figyeld, kirontunk, apám, a izéből, az disznóból, 87 bajnokkal. Rátámadnánk, ha tudnánk, fél 2000-re. Pucs, ne is, meg is hal, fiat, esély nem utálni. Mert volt esélye apám lőni, de ez nyújt. Figyeld, 14 versus 14, sőt nem, de. Pusz, ennyi volt, figyeld. 1700k versus 8. Esélyed van? Túl sok. Hát, öcsém, ez szép beesett volt, figyeld ezt. 152 szemszerűen versus 487. Pusz. Te ezeket ledaráltuk apám, mint a szart. Figyeljétek meg apám ezt. Normikot apám eljött apám a végzet, 6 izé lement, 6 bajnok, 220 számszeriász vesztettünk, ellenség 172 számszeriász, Normikot, öcsém, 200 csatlóst, 50 szerzetest, 20 ilyen bajnokot és 125 ilyen lándzsás vesztett.
Figyeld, még ebből három még, mert minek mától nagy mester fejezés, viszont három még ebből fel is támadta a bajnok, izéből, bajnokból, meg 110 a csatlósból. Figyeld, most már a bónusz máusz begyűjtés. Tapasztalt, ha az tapasztalt gyógyítás, plusz 30 varázspont, vagy éppen 10 varázspont a nap, hogy 2-5 és tapasztalt 6, mert ez összes opám a izé, ráfű a szél. Tapasztalt 6, a hős közvetlen és távolsági védelmét és emelé 30-ra, mellesleg szükséges a nagymester közelhasz, nagymester íjázat és nagymester mágiánlás megtanulásához jöhet. Szintlépés az 12. szintöcsém. Alapbűbáj, lehetőség a hősnek, hogy törőben lévő csapatával az ellenséges lények tisztaszeket saját oldalára állítsa. A hős legfeljebb 30 tapasztalati ponttal rendelkező lényeket tud befolyásolni, plusz fejlettségének függvényében szintenként 10 adagot. Egy képzettségének hála a megadás esetén a normál ár 9-eket kell kifizetned. Tapasztal mesterharc. Távolsági és közvetlen védelem 40-re veri. Ennek kell apám, mert ezt majdnem elverték apám múltkor. Figyeld, júj apám, kemény vagy. 13. szint és alap íjászat. Ez mindenki apám nekem nagyon fontos. Alap íjászat, most beszélünk már lőni. A hős távolsági támadását 10 emelé és tud majd lőni. Nem mellék kes. Fia Orrin, némiképp azért, mert ős kapjomával jutalmat a csém. Fia tapasztalt nemesség, ezt választom. Tapasztalt nemesség minden lény szabadatát 30%-kal növeli meg abban a városban, amely a hős kormányzójaként fogadta el. Ez a képzettség lehető teszi a nagymester gazdaság, nagymester bányászat és nagymester diplomácia megtanulását. Vártam, amikor jössz ki. Fél szintlépés Orrinnak, apám, ezt kapja, haladó bányászat, apám, rengeteg pénzünk lesz, rengeteg lényünk lesz, és rengeteg cuccunk lesz, apám. Orrinnak köszönhetően. Haladó bányászat 5 naponkénti periódus alatt 2 érc, 2 fa és 2 másik nyersanyag kitermelését teszi lehetővé, plusz a hős minden egyes szintjéért ennél 10%-kal többet. 2 másik nyersanyag ciklusonkénti sorrendben váltakozik drágakő, higany, kén és kristály között. Ez a képzettség alapfejtele a mester nemesség megtanulásának. Geci, mert ezt elolvasom, addig még be fogok sütíteni, csém. Elfogatása után Normik igen hallgataggá vált. Nyilvánvaló, hogy lepaktált Whartonnal, és arra számított, hogy a munkaadója egy szép napon király lesz. Lysander börtönbe vetette Normikot, és helyőrsét állított az aranybányákba. Igen, jó nekünk. Tovább van apám, miből osztogatni az észt. További támadások ellen. A nemesek hiába zúgolódta, itt ennyi van csak, és jutakoztak a bányák elfoglalása ellen, semmit sem tehettek anélkül, hogy megtámadták volna Lysandert. Whartton nem akart háborút, legalábbis egyelőre, még nem volt elég embere. Miközben hátul mögött hagytuk a bányákat, aggodalmat véltem felfedezni Lysander arcán. Mi a baj, uram? Aranyai sereggel nem lehet megnyerni ezt a háborút, Milton. Tudom, uram, minél továbban ott Whartton, annál több ember fogja követni. Hamarosan mögé áll Paleadra egész nemessége. Akkor mi lesz? Kérdeztem. Akkor nekem semmi nem lesz, mondja Whartson, Whartton hatékonyabb fegyverei a hazugságai. Be kell bizonyítanom, hogy csaló. Adamus, aki közvetlenül mögöttünk lovagolt, közbeszólt. Nekem, uram, külső segítségre van szükségem. Szellemi segítségre. Pontosan mire gondolsz, James? Valószínűleg Whartton az egyetlen, aki tudta, amit tudni szeretnél, és ő biztosan nem fogja neked elárulni. Olyan valakire van szükséged, aki ismeri a láthatatlan titkokat. Olyanra, mint például a hajnal orákulma, javasolt Adamus. Igen, ő tényleg nagyon jó Montepuerto zengő baritonján. Úgy hallom, évekkel korábban megjósolta a leszámolás is. A hajnal orákulma, ismételte meg uram elgondolkodva. Tudtam, mire gondol, ha elindulunk az orákulum felkutatására, kikerülünk a képből. El kellene hagynunk Paleadát, és Whartton bizonyára kihasználhatná a színálkozó alkalmat. Lysander az esélyeket mérlegelte. Ha azonnal harcba bocsátkozik, győz ugyan, de elveszíti néve megbecsülését. Hol van ez az orákulum? Kérdezte végül. Hú, ezt megtudtam már holnap után. Hát íme végem az első penalti valami hengerek. Ez volt tulajdonképpen az első választás, lehet, hogy első penalti kemény volt, meg mondjuk már meg őszintén az jó hosszú, több óra hosszát vittem egyébként végig, megmondom, de nem is olyan igyekeztem. Lényeg, hogy élvezzük a panorámát. A végzet áldozatot követel. A hercegnek, aki egyszer király lesz, először saját apja holttestén kell átlépnie. Nem tudtam, milyen igaz ez az állítás, míg el nem kezdtük keresni a hajnal orákulumát. Vajon mi lesz tudásának ára? Nem voltam semmit, megmondom őszintén. Annyit tudunk egyébként, hogy közöbben az SS lesz.
középfokú lesz maga a játék, lehet látni ilyen szintű, az SS a pálya miatt, az olyan, mint a Heroes 3 az első pálya, másik az SS volt, emlékeztek, az első meg MS, mint itt. Győzelmi fejtelek. Miután, kezdjük már inkább itt. Hagyirat. Nem tudom, egyébként itt ez már volt valami. Lisander úr összegyűjtötte az eratiai királyság maradékát, és új királyságot alapított Paliadra néven. A legnagyobb veszélyt egy lovag jelenti az új királyságra, aki Griffonhear család utolsó élő tagjának mondja magát. Szívem mélyén Lizarden sejti, hogy a lovag hazudik, ezért néhány új barátja a veszélyes útra indul, hogy felfedje a bitorló származásának valódi eredetit. Küldetés. Lisander elhagyta Paliadrát, hogy felkutassa a rejtélyes hajnal orákulumát. Talán az orákulum az egyetlen, akinek segítségével bebizonyíthatja, hogy Sir Walton csaló. De azon a földön, ahol most jár, rengeteg veszély leselkedik rá. Seregének nagy részét pedig hátráltatja az ország védelme. Vajon le tudja győzni az útközben ráleselkedő gazembereket és szörnyeket? Hogy ki állja az orákulum próbatételeit? Jó lesz, öcsém. Részletek, győzelmi fejtelek. Miután teljesítetted az orákulum által Lisander számára kitűzött összes feladatot, találkozhatsz az orákulummal. Vesztési fejtel Lisander vagy Poertu, hoppá, kette leszünk, nem mögemi. Akkor tudják, holnap mellek. Lehet, ő meg még van még két másik, ő is meglátjuk. Vagy Poertu meghal, tékülnéhésége kezdőjáték, itt nem úgy néz ki egyébként, középhaladó. Átvitte el Lisander, Poertu és két legerősebb hősöd, az szép akkor. Itt van akkor benne szapám a Orin, Adelaide, Lizarden és Poertu öcsém. Tehát átvitte el Lisander, Poertu és két legerősebb hősöd valamennyi varázslatával, képzettségével és tapasztalatával kerül át a közül térképre. Hőseid legfeljebb 25. szintűek lehetnek, tehát a 18. a max, azt elérte Lisander, többiek mint 4-5 körülbelül. Na ennyi van, tovább megyünk, indítás. Fél regény apám szokás szerint. Csak akkor jöttem rá, mekkora veszélyt jelent Sir Walton, miután elhagytuk Paliadra földjét. Lisarden kevés embert volt magával, hogy csapata gyorsan tudjon mozogni. Lisander megkérte a szent életű papot, Adamust és Falánk segítőjét, Poetót is, hogy tartsanak vele. Bár uram legszívesebben otthon hagyta volna Poetót, nem tagadta meg Adamus kérését. Addig a pillanatig, míg át nem léptünk Paliadra határát, nem tudtam elhinni, hogy Lisander képes elhagyni az országot. Megfelelő, idézője, ugye, megfelelő pillanat arra, hogy elhagyd az országot, uram? Kérdeztem tőle úr közben. Nem, nem muszáj jönnöd, küld engem magam helyett. Maradj itt és védd meg Paliadrát. Köszönöm az ajánlatodat, Milton, de mennem kell. Paliadrának semmit sem tehetek, csak várhatom az elkerülhetetlent. Walton szavakkal és hazugságokkal küzd. Ilyen fegyverek ellen nem tudom megvédeni Paliadát, csak így tudok visszajutni. Ki fogja irányítani Paliadát, mondtam ki hangosan a bennem felmerülő kérdést. Nem igaz. Felmerülő kérdést. Sir, mondtam, Daimakra bíztam Paliadra és regek irányítását távolítemben. Azt hiszem ezzel rábíztam egész Paliadát is, válaszolt Isarden. Megadottam lovamat. Azt mondja, de hiszen Sir Daimark, Griffonhead unokatestvére. Nem fogsz átállni Sir Waltonhoz? Hát éppen ez az, Milton. Daimar jól ismerte Griffonhardot és tudta, hogy Griffonhard király soha nem nemzett volna gyermeket házasságon kívül. Nem hiszi, hogy Walton igazi Griffonhard lenne, mondta Lisander. Büszkén tekintettem gazdámra. A múltban sokat alábecsülték Lisander képességét. Úgy gondolták, olyan katonai vezető ő, akinek semmi érzéke a politikához. De az év uram úgy halsz az udvari politika szinterén, mint a csatatéren. Walton heteket fog elpocsékolni azzal, hogy megpróbálja meggyőzni Daimarkot. Engedj át neki az országot. Ez alatt Lisandernek elég ideje lesz, hogy bizonyítékot szerezzen a csaló Walton ellen. Na jó, elég volt ennyi ebből. Csak itt le.